Sziasztok! Szeretettel üdvözöllek benneteket egy a Kjolcse második felén. Koloni Anita vagyok, a Székesfehérveri szangából érkeztem, a többiekkel együtt. Egy napot töltünk ma itt, kicsit becsatlakoztunk a Kjolcsébe. Mi is bocsánat, hogy ez egy kicsit hangosan történik, vagy történt de nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, hogy itt lehetünk, hogy együtt gyakorolhatunk. Um, áldott állapotban vagyok, és uh, hát ritka élmény ez, gondolom, hogy ezen a legkényelmetlenebb, <laughs> jelen pillanatban legkényelmetlenebb helyen én itt álmoskásan ülök, és... és um, reggel óta tudom, hogy ezt a beszédet, vagyis hogy ez a beszéd rám vár, és nem izgultam át a napot, mert a kislányunk tesz róla, hogy ne tudjam túl stresszelni magam. Gyönyörű tapasztalások ezek. Kezdő szellem, így túl a negyvenen, hamarosan új szakasz indul az életemben. Akkor, amikor már annyira begyakoroltam, többnyire egyedül élve, hogy mi az, ami nekem jó, melyik az az irány, ami úgy, 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 úgy jó fele visz, kis lelki békémet igyekeztem megtalálni az utóbbi években, és akkor most majd jön egy új fejezet, kezdő szellem. Öm, gondolkodtam sokat, hogy miről beszéljek itt nektek, lehetőleg összefüggően. Um, az áldott állapot másik mellékhatása, hogy zavar van gyakran a toronyban, és uh, néha keresem a szavakat, de majd igyekszem megtalálni őket. Um, arra gondoltam, hogy azt mondom el nektek, mivel igen, ez, ez hasznos információ, és Csoda szép. Most délelőtt a Kaposvári Szangával kiegészülve volt alkalmunk Szunimmal teházni és beszélgetni. És ott fejtettük meg, hogy öt éve már, hogy, hogy ezen darma beszédek kivonatát írom, ezzel segítem. Igyekszem a templomot, szunimot, és hogy minél több energiája felszabaduljon, Anó, így indult a dolog. Ahogy én a templomba jöttem, az az ilyenfajta segítségnyújtás volt először. Videóvágás és kivonatírás. Öm, tehát ez csak virtuális segítség volt és jelenlét, mert hogy ez a sok idegen nyelvű mantra, meg ez a sok szabály engem évekig távol tartott a gyakorlástól, magától. Öm, aztán amikor évekkel később, tehát tényleg évek teltek el, öm, amire eljöttem egy táborba, ahol ugye beszélgetve lehet tölteni a napot, és megismerni minden szabályt, ami lehetővé teszi azt, hogy az ember itt jelen legyen, és, és hasznára váljon a közösségnek. Öm, és akkor azt tapasztaltam, hogy ez a 4 40 perc meditáció az elég kevés egy napra, és aztán két hét múlva már jöttem is a középhaladóra, ami aztán nagyon komoly tükröt tartott, és nagyon hatékony és hasznos volt, és újabb két hét múlva már a haladó elvonuláson voltam jelen, mert azt éreztem, hogy én itt egy kis vaddisznó vagyok, és mindenki elé tol tolakodom, és, és dobálom a párnákat, meg olyan lendületesen, ahogy szoktam, úgy cselekedtem. Igyekeztem segíteni, persze, csak hát hogyan? Az egy kicsit úgy kívánni valót hagyott a maga mögött. És ezért jöttem két hét múlva, hogy valahogy jobban csináljam, valahogy máshogy. És akkor ez a 7 50 perc ülés, az már nem volt kevés. Na, ez a térdeimnek sem. Szóval, hogy de, de, de ment, és, és csodálatos volt. Tehát, hogy nagyon jó tapasztalás volt, és, 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 nem is gondoltam, hogy valaha menni fog. És ugye a, még a videóvágások idejében, meg aztán ezt követően is elég gyakran jöttem a templomba, sokat autóztam idefele, és CD-n a mantrákat hallgattam útközben, és belém másztak. Ezek az idegen nyelvű, kimondhatatlan szavak fantasztikusan, ö, hát, enyémek lettek. Itt vannak bennem, és, ö, és nagyon sokat segítenek. Nagyon sok helyzetben teljesen más sofőr vagyok, <laughs> ö, hogyha, hogyha ezeket hallgatom és énekelem. Tehát nagyon jó hatását érzem a gyakorlásnak az életemben, és bízom benne, hogy, hogy ez a hatás ez nem áll meg az én írharétegemen belül, és hogy, és hogy tényleg, tényleg viszem magammal, amelyre járok ezt a, ezt a szép energiát, amit most is jelenleg tapasztalok. A tekintetetek, ez nagyon érdeklődő és nagyon kedves és együttérző, és, és hát ha valamire, akkor erre van szükség szerintem a mai világban, hogy esetleg jobb irányba haladhassanak a dolgaink. És jó tudni, hogy, hogy igen, tudom, vagy gondolom, de hogy, hogy ti is bizonyára ezért vagytok itt, és, és, ez is erőt ad, így, így egymásnak, egymást erősítjük, és, és visszük, visszük magunkkal ezt a sok kincset, amit itt tapasztalunk, tanulunk. Nagyon köszönjük a lehetőséget. Nagyon-nagyon sok mindenről szerettem volna beszélni nektek. Ö, például arról is ö, szeretném megemlíteni, mert egy nagyon fontos pontja az életemnek. 7 évvel ezelőtt a kiskutyám, akivel 12 évig egy légtérben éltem, és gyönyörű szimbiózisban, akkor halt meg. és ö, És olyan nagy áldás a sorstól, hogy hogy ott jelen lehettem olyannyira, hogy a szívcsakrámon történt két és fél órán keresztül kísértem őt oda átra, és, 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 ezáltal tud lenni olyan élmény, hogy tehát egy feldolgozható trauma, mert végigcsináltuk. És, és akkor, akkor az egy olyan tapasztalás volt nekem, hogy, megszűnt az idő és a tér. És, és, és onnantól addig is kerestem az utat, és, és, kerestem valami menedéket, igen. De, de ott, ott, ott ez tényleg, tényleg tapasztalás volt, és, és, és utána indult a buddhizmus az életemben, utána ismerkedtem meg először a tibeti buddhizmussal, kereken egy hónappal ezután már egy, egy ilyen tibeti buddhista meditáció, és egynapos képzésen ültem. Előtte nagyon érdekelt, hogy mi az, hogy meditáció, hogy én is szeretném, mert olyan jól néz ki. A kelet mindig is vonzott, tehát már gyerekkoromban nagyon szerettem a, a manduleszemű embereket, így vonzottam hozzá, régen tényleg gyerek voltam, és vettünk egy tolkabátot valami vietnámi piacon, és én nem tudom, milyen áhítattal nézhettem az ember, de még egy puszit is adott hozzá. Tehát, hogy nagyon-nagyon régóta vonzott a dolog, és így próbáltam olvasgatni, meg keresgélni információkat erről, de hát ugye Wikipédia, meg ilyenek, azért az más, mint a tudattól a tudatig történő átadás. Öhm. Illetve amikor próbálkoztam, akkor, akkor figyeltem a légzésemet, és rájöttem, hogy hogy vagy sok, vagy kevés, de biztos, hogy belefulladok, és nem ment. Se, egyszerűen nem tudtam, hogy mit kezdjek a testemmel, meg a légzésemmel, meg hogy hogy legyen ez az egész. És akkor a joga irányából volt olyan lehetőségem, hogy egy több órás a workshopon részt vettem, és akkor ott megtanultam lélegezni. És akkor ez már nem volt akadály. De ez még mind ezelőtt az esemény előtt volt, és utána, tehát így összértek a szálak, meg, meg, táncoltam, tornáztam, akkor a test tudatosság is alakult. Szóval, és gyönyörű látni, ahogy, ahogy a szálak összeérnek, összefonódnak, és még erősebb lehetőségek és képességek alakulnak ki arra, ami, ami az utunk, ami a dolgunk, és csak csináljuk, és aztán majd valami lesz belőle, és, és, és még hozzáépülnek ezek, a, ezek az ajándékok és áldások. Öm, és hát nagyon örülök, hogy, hogy, eddig ide vezetett az út, és nagyon-nagyon örülök annak is, hogy, hogy, hogy ezek után érkezik az első gyermek az életembe, mert szunim tanításai, biztos vagyok benne, hogy, hogy teljesen más, és tehát, hogy más anya leszek, mint lettem volna enélkül. És hát ez, ez elmondhatatlan érték, Számomra, és hát persze csak bízom benne, hogy majd tudom kamatoztatni, és, 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 tényleg úgy lesz, ahogy lehet, olyan szépen. Nem marad más hátra, mint hogy bátorítsalak titeket is arra, hogy, 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 ne adjátok fel, hogy, hogy, hogy ne térjetek le az útról, mert ott van a vége menjünk együtt továbbra is. Én most nem annyira leszek itt jelen. <laughs> Más dolgom lesz. De remélem, hogy hamarosan aztán visszatérek, és akkor együtt csinálhatjuk ezt tovább. És nagyon köszönjük. Sunim. Nagyon hálás vagyok. Köszönöm a figyelmeteket, és további jó kívánok a gyógycsét a, a végzőknek. Kvanszombószál. Köszönöm.